Köszöntöm a kedves tévénézőket! A megyében 4 oktatási intézmény életében kap jelentős szerepet nem sokára a digitális környezet. A gyerekek a robotikával, a 3D-s nyomtatással és a programozással ismerkedhetnek meg egy most induló projekt kapcsán. Az esti mérlegben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! Az informatikai digitális környezet fejlődhet 4 megyei oktatási intézményben. A diákok és a tanárok új eszközökkel dolgozhatnak egy most induló program keretében. Az alsósok játszva tanulhatnak kis robotok segítségével, a felsősök a 3D-s nyomtatók programozását és a robotikát ismerhetik meg. Olyan infokommunikációs technológiák vesznek körül minket, és már olyan igényekkel és olyan képességekkel jelennek meg a gyerekek az intézményekben, amire azt gondolom, hogy választ kell találni. Ez az EFOP 32317-es kódjelű pályázat pedig ezt célozza meg, konkrétan a digitális kompetenciák fejlesztését, oly módon, hogy nem csak az eszközöket, az infrastruktúrának ezt a részét biztosítja, hanem nagyon komoly pedagógus módszertani képzés is a háttérben biztosított. Ez mit jelent, hogy a pedagógusoknak hol kell és milyen időközönként kell megjelenni mondjuk oktatáson? Hát most az első körben természetesen a pályázat kereteiben zajlik, egy pilot program, mintaértékű program. Majdnem azt is mondanám, hogy ez egy kísérleti jellegű program, de tudjuk, hogy ennek a folytatása szükségszerű, kvázi kötelező, és ezt a közlemlési törvény is megfogalmazza. A lényeg az, hogy most a pályázat keretében ingyenesen juthatnak hozzá a pedagógusok minden olyan új eszköz technikai alkalmazásához és azokhoz a módszertanokhoz, ami szükséges ahhoz, hogy a gyerekek ne csak egyszerűen játszanak ezzel, hanem megtöltsék olyan tartalmakkal, ami azokat a kompetenciákat fejleszti, amik már több százezer éve szükségünk van, kooperáció, kreativitás, probléma megoldás. Hát nem beszélve az új kompetenciákról, ugye a digitális kompetenciákról, és a kreativitásról, és az újfajta gondolkodásmód, szemléletmód kialakításáról. Milyen eszközökre van szüksége az intézménynek ahhoz, hogy ez az oktatás megvalósuljon itt az intézményben? Hát első körben internetre, első körben stabil internetre, egy nagyon komoly wifi hálózatra, aminek a programi országos szinten már elindult és nálunk is megvalósult, tehát kiváló eszközök állnak rendelkezésünkre. Másodszorban tárgyi eszközökre, megfelelő mennyiségű pedagógus és diák laptopokra. A mi esetünkben most jelenleg már 80 darab tanulói tablettel is rendelkezünk, és azokra az eszközökre, amivel gyerekek gyakorlatilag játszva számolnak, tanulnak, és fogalmaznak meg bonyolultabbnál bonyolult mondatokat a szövegértés egyében. Ilyen a 3D nyomtató, 3D szkenner és a játékos alsós matematika készségfejlesztő programok, digitális társasjátékok, és tulajdonképpen maga a robotika, azoknak is ugye külön az alsós felsős korosztályra szóló B-bot, Ed-bot és Lego Mindstorm EV3-as kombinációjú programozható eszközök, és a mi esetünkben még természetesen egy olyan számítógépes kártya, az úgynevezett mikrobit, amit már a gyerekek 5. osztálytól a kezükbe tudnak kapni. A program lényege alapvetően az, hogy ez a tanórába kerüljön be, ez a digitális akadálymentesítés, az egyenlőség, a hozzáférhetőség jegyében mindenképpen egy nélkülözhetetlen követelmény, minden gyerek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az egy másik dolog, hogy érdeklődési körtől függően erre még külön műhelyeket, tehetséggondozókat, szakköröket is működtetünk majd a továbbiakban. Jelenleg ebben a formában működött, ez a pályázat ad lehetőséget arra, hogy a 2016 óta működő élményi informatika programunk tulajdonképpen tanórai keretek között 5-től 8-ig mindenki számára hozzáférhető legyen. Ugyan kell elképzelnünk ezt az informatikai programot, ami már itt működik az intézményen belül. Mit csinálnak itt a diákok? Ez az élmény informatika program EIP-ként rövidítjük. Ez tulajdonképpen már magába foglalja a szakköri keretek között az informatika, modern technológia iránt érdeklődő gyerekek számára a programozást, gyakorlatilag a Scratch programok használatát, így robotokat tudnak programozni, 3D-ben tudnak szkennelni, majd 3D-be tudnak nyomtatni, de azt tudni kell, hogy a kettő között szintén programozás szerepel. A pályázat legnagyobb hatása a gyermekeken érezhető majd. Olyan képességekkel, hozzáértéssel érkeznek a gyermekek az iskolába, amelyeket fejleszteni szükséges. Digitalizációja a jövő. Nagyon boldog vagyok, hogy az EFOP 323-as projektben közel 110 millió forintot tudunk 4 iskolánkra fordítani, és nem is az iskolára fordítjuk, hiszen a diákokra
fordítjuk elsődlegesen. Ebben az összegben eszközvásárlás, illetve a pedagógus kollégáknak képzések foglaltatnak benne, ami egyértelműen a jövő útja, hiszen azt vélelmezem, hogy a diákok egy otthoni környezetben is már annyi sok digitális eszközt használnak, hogy ezzel bizony lépést kell tartani az intézményeinknek is. Mely intézmények kapnak ebből a forrásból? Székesfehérvárról a Munkács, illetve a Vasvári általános iskolák, Enyingen a Batthyány általános iskola és gimnázium, illetve a Móri Petőfi Sándor általános iskola. A diákok nagyon örülnek a digitális környezet fejlődésének. Aki már régebb óta ismerkedik a 3D-s nyomtatókkal és a robotikával, azt mondja, könnyen tanulható. Én idén kezdtem el ezt a dolgot. 3D szakkörre járok így külön, de a robotikával is szoktam foglalkozni néha, hogyha itt vagyunk és engedi az időnk. Mennyire nehéz elsajátítani a robotikát, azt, amit itt tanultok, és egyáltalán hogyan kerültél ehhez így közelebb? Én igazából otthon is próbálok ezzel foglalkozni, és járok utána ezeknek a dolgoknak. Szerintem nem nehéz, ez könnyen megtanulható itt az alapokat, meg lehet tanulni nagyon könnyen. Egy fél év alatt simán el lehet sajátítani ezt az egész dolgot. Mi az, ami itt már működik a műhelyben, mi az, amit itt láthatunk? A 3D nyomtatók mennek ezerrel. A robotikát most kezdtük el ugye ezzel az új pályázattal, amit kaptunk, és mostantól ez is gyakorolható teljes mértékben. A diákok heti egy alkalommal informatikai órán, egy alkalommal műhelyfoglalkozáson szerezhetnek ismereteket a robotikáról. Nagyon hasznosnak érzem, mert a gyerekek megismerkedhetnek ilyenkor az informatikával, és nem csak otthon a számítógép előtt ülnek, játszanak, stb. Én esetemben húgaimat szoktam nézni, hogy YouTube-oznak, és nem mindig értem. Itt ilyenkor megismerhetik a hasznosabb oldalát is szerintem ennek a szakmának. Mennyire nehéz elsajátítani annak, aki mondjuk nem nagyon van jelen vagy képben az informatika világában? Nagyon egyszerű, van külön netes alkalmazás is, amivel nagyon könnyen el lehet kezdeni magát a 3D, hogy mondjam, 3D szerkesztést, 3D-s objektum szerkesztést, magát a robotikát, azt kicsit nehezebb hozzálátni, mert kell egy kis minimális programozási tudás hozzá, de nagyon könnyen néhány nap alatt fel lehet ezt a tudást építeni. Nagyon egyszerű, mert mi még annó régebben, még 5. vagy 6. jártunk külön programozásra, ahol megtanultunk egy programnyelvet, és szerencsére ezt az AdBotot ugye azzal a programnyelvet. Az alapokat egy ilyen felületen kezdtük el tanulni, és ahol nem kell külön program sorokat beírni, kódos sorokat beírni, hanem csak beúzogattuk az adott alapvető blokkokat. Nem blokkokat, igen. Gyakorlatilag blokkok. És akkor itt meg tudjuk adni, itt vannak előre beított mozgások magának a robotnak. Igen, vannak alapvető mozgások. És hogyha ide beúzzuk, és sorba tudjuk állítani, hogy hogyan mozogjon, és hogyha saját mozgási rendszert akarunk neki, azt csak úgy tudjuk beállítani, hogy van maga az a szervomotor. Vannak motorjai. Nem tudom, hogy hívják máshoz. Annak a szögét tudjuk beállítani, hogy milyen irányba forogjon. Hát akkor próbálj, indítsd el ezt a karkörzés például. Nem karkörzés, nem. A karhajítás például nem ez. Ez például mit csináltuk most külön, mert ez alapvetően nincs. Most éppen nincsen szinkronban. Igen. De például a fekvőtámasz vagy a felülés az egy alapvető beprogramozott dolog. És ezt tudja magától is. Magától lassítja? Belehetett, hogy mindig más legyen a mozgási sebessége? Szerintem nem. A pályázattal a Munkácsi mellett a Vasvári Pál általános iskola, az Enyingi Batthyány általános iskola és gimnázium, a Móri Petőfi Sándor általános iskola digitális eszközállománya bővül. A digitális környezet fejlesztése a cél a projektben. Amikor a pályázati kiírást megláttuk, akkor egyből nagyon megtetszett nekünk, és nagyon szerettünk volna ezen indulni, és hála Istennek lehetőségünk is adódott rá. Úgyhogy mi akkor már körülnéztünk, hogy mik azok a digitális eszközök és digitális módszerek, amikkel
egy kicsit már a jövő felé kacsingatunk, de tulajdonképpen a mai gyerekeknek ez már a jelen. Úgyhogy mi úgy állítottuk össze a digitális fejlesztési tervünket, mert ugye egy ilyet kellett összeállítani, hogy mik azok az eszközök és módszerek, amikkel dolgozni szeretnénk. Nálunk a mi iskolánkban, Móron a Petőfiben ez a robotikát jelenti elsősorban, úgyhogy robotika laborok érkeztek hozzánk, alsósoknak és felsősöknek is. Alsósoknak ilyen kis robotmécske szettek érkeztek, amivel már nagyon lelkesen dolgoznak is a kisebbek. A felsős robotika labor az egy komolyabb labor, humanoid robotokkal és szoftverekkel, az a munka is lassan elindul, és hát közben természetesen a kollégáknak a továbbképzések is zajlanak, mert hát azért ez elég speciális tudást igényel a kollégáktól, úgyhogy hát benne vagyunk most a közepében, sűrűjében, érkeznek az eszközök, ilyen, ami mögöttem is látható, ilyen Word volt, táblákat is kaptunk mindkét telephelyünkre, úgyhogy ezeket is most már használják a gyerekek is, kollégák is, és hát a továbbképzések után aztán még inkább bele tudunk lendülni a munkába. Az Enyingi Általános Iskola és Gimnázium nagyon szeretett volna a projektbe bekapcsolódni, mivel az intézmény közel 80 tanulója közül többen nem rendelkeznek otthon számítógéppel vagy tablettel. A fejlődésükhöz viszont nagy szükség van ezekre az eszközökre is. Mit gondol, hogy miért lehet jó ez annak intézménye számára a most induló digitális köznevelési projekt? Azért, mert mi egy nagyon kis intézmény vagyunk vidéken, és a gyerekek nagy része otthon sem találkozik ezekkel az eszközökkel, és gyakran az iskolában találkoznak tablettekkel, vagy pedig a baráti körben, de oktatási célra a tananyag feldolgozásához csak az intézményünkben. Gyakran olyan helyekről jönnek, olyan családi körülmények közül, hogy internet hozzáféréssel sem rendelkeznek, így nagy segítséget nyújtanak a tablettek is a házi feladatok elkészítésében. A tanáraink is most tanulják együtt a gyerekekkel ezeket a módszereket, az új eszközöket megismerjük, és a képzések alkalmával reméljük, hogy egyre több hasznos információra teszünk szert a jövőben. Milyen eszközöket szerzett be az iskola, és mire lesz lehetőségük a gyerekeknek, a tanároknak együtt? Eddig 2 Wordwell panelt kaptunk, robotméhecskéket, amiket ki is próbáltunk, és már használják az alsósok, megérkezett a robotika labor is, és talán még a Lego eszközökre várunk, de nagyjából utána kész lesz, vagy teljes lesz a paletta, és a tabletteket pedig már használjuk. Ugye a képzéseken vesznek részt a tanárok, mennyi ideig tartanak ezek a képzések, tehát hogy még ebben a tanévben befejeződnek-e, vagy még szükség van folyamatos képzésre? Én úgy gondolom, hogy a technika fejlődik, tehát folyamatos képzésekre lesz szükség, és ahhoz, hogy a mi tudásunk is versenyképes legyen, és a diákoknak meg tudjuk tanítani azt, amit szeretnénk, nekünk is folyamatosan szükségünk lesz a képzésekre, hiszen napról napra új technikák, új feladatok jelennek meg az interneten, és igen, nekünk is tanulni kell egészen a projekt végéig, de még utána is valószínűleg. Az összesen 110 milliós forrásból többek között tableteket, digitális társasjátékokat, a robotikához tartozó programozható eszközöket vásárolhattak az intézmények. A programnak, amely most még kísérleti jelleggel indult el a megyében, várhatóan lesz folytatása. Az esti mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!